Kapics néz fel, Gera középen, Tököli pedig a túloldalon. Gera csúsztat, Tököli leveszi. Ez megint helyzet, jó a csel, Gerának vissza lehet gurítani. Nem csak neki, Lipcsei mellé. Az első igazi veszélyes helyzet a találkozón a harmadik percben. Kigurigázták a soproni védelmet. A ferencvárosiak, Lipcsei pedig 10 méterről a jobb kapufa mellé lőtt. Gera Dragonernek játszik. Dragoner pedig most már indíthat. Így is van, Leandro. Ez még jobb, Tököli. Remek lövés! A jobb felső sarok mellett hagyta el a labda a játékteret. Tököli került helyzetbe a találkozó 10. percében. 16. perc, Kriston visszakapja Gerától. Kriston még sikerült a csel. Jól is teszi középre, Leandro hatalmasat véd Farkas Balázs, Leandro még! Szöglet jön. Farkas kétszer hárított. Kriston megküzdött a labdáért a jobb szélen, Leandro pedig kétszer is próbálkozhatott. Csak szöglet. Kriston. Elvitte Tóth András mellett, most Somogyit csapta be. Leandro, ő onnan lőhet is. Leandro laposan el a kapu előtt. Gera. Három ember közül hozta ki, és remek passz, Kukalek jön lendületből, Farkas Balázs kivetődött. Hosszan vette át Kukalek. A 32. percben egy újabb ferencvárosi lehetőség maradt ki. Kapics. Lipcsei. Nincs les, Tököli lehet, remek ütemű átadást kapott. Tököli. Szemben Farkassal, gólt lő Tököli. A 34. percben vezet a Ferencváros. Lipcsei remek indítása után természetesen Tököli talált a hálóba. És nyugodtan mondhatjuk, hogy ez gyerekjáték volt a számára. 1-0 a Fradi javára. Sira. Pintér fut mellette, Sira emel, Tóth Mihály mellette, Tiber lőhetett volna, le akarta kezelni. Ez jó befelé, épp hogy a kapu mellé megy, Dragonerről pattant szögletre. Az első soproni helyzet is leginkább a ferencvárosiakon múlott, és végülis nekik köszönhetően is maradt ki, Dragoner volt veszélyes. Gera próbál megfordulni, hárman voltak körülötte. Lipcsei szerzi vissza a labdát Horváth Andrástól. Ez jó Kristonnak, nincs les. Kriston, Tököli középen! Talán a combjáról pattant a kapu mellé a labda. Szép akció a második félidő 9. percében. Kapics. Tököli. Most pontos labdát kapott. Fehér van vele szemben, és nagyon sok a védő. Gerának száll a labda, jó is, Gera! Megtolja mellé! Szenzációs passz volt Tökölitől. Gera meg is köszöni. Gól azonban nem lett belőle. A 23. perc a második félidőben. Ferencvárosi szöglet. Lipcsei fogja belőni. Leandro Metyő segítsen. Kis szöglet. Leandro vissza Lipcseihez. Jobb külsővel befelé a labda, Dragoner csúsztatott, Gyepes gól! Úgy tűnt, hogy nem lesz belőle már semmi. Gyepes azonban, aki kitűnően látta el eddig a védő feladatát, most gólt szerez. Jobb belsővel talált a kapuba a szöglet utáni kavarodást követően. 2-0 a Ferencváros javára. Skukalek. Orabinyec mellett megy el, Orabinyec pedig rendesen rugdosta. Skukalek még mindig, Skukalek. Horváth Róbert tudta elrugni előle végül. Lipcsei, Tököli. Vissza Lipcseihez, szenzációs passz. Lipcsei helyzetben, Farkas véd. És Lipcsei kiengedte. Tököli szenzációsan kényszerítőzött. Lipcsei pedig majdnem volt lőtt.
Leandro veszi át a labdát, és bokából Gyepeshez. Tököli a túloldalon, mutatja, hogy hova kell adni a labdát. Gyepes még! Kipattan Farkas Balázsról. És még mindig ott a labda, Tököli elől kellett Somogyinak elrugnia. Megint egy Fradi helyzet. Egy perccel Lipcsei Zicserét követően. Gyorsan elvégzett szabadrugás, 33. perc, Somogyi laposan, Szűcs! Leandro lendületből megy, Jovic van a bal oldalon, Gera pedig a jobbon, Gerának megy a labda, kicsit hosszúnak tűnik, Gera, nála marad, visszavetődik Farkas. Skukalek. Dragoner lefejeli, ez helyzet, oldalháló. Andone fordult rá, aki két perccel ezelőtt állt be, látványos mozdulattal a labda kapu mellé ment.